Mert én azt gondolom, hogy bár nem befolyásolja a bírákat, hogy mennyien jönnek el egy tárgyalásra, de mivel ez egy nagyon komoly társadalmi problémának mondjuk egy állomása, vagy ennek a kezelése hiányának egy állomása. Én úgy érzem, hogy azért a bíró, ha azt látja, hogy valaki mellett ennyi érdeklődő áll ki, akkor azt ő maga is érzi, hogy ő egy társadalmi küldetést folytat. És egy társadalmi küldetés az nem lehet társadalomra veszélyes, ugye? Hát azért a bűncselekményeknek egy fontos eleme, hogy csak társadalomra veszélyes cselekmény lehet bűncselekmény. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy eljöttetek. Én nem gondoltam, hogy ennyien lesztek. Egyébként, ha minden tüntetésre legalább ennyien lennék. Biztos a fedett hely az jobb, vagy nem tudom, vagy a tárgyalóterem érdekesebb, mint az utca. De köszönöm szépen. Tehetjük, hogy a támadás összekovácsoló hatása azért az óriási. Tehát én is rengeteg ilyen koncepciós felvennek figyeltem ezt, hogy Budázi Gyuri ügyeit is így tárgyalják. És ugye, amit én ugye írtam és mondtam is nektek, hogy ez biztosan benneteket, hogy volt a Budázi Gyurinak egy államelleni bűncselekményes ügye, a 13 különböző írását hasonlóan ugye próbált az ügyészség a jogot megerőszakolva úgy értelmezni, hogy ezzel ugye egy konkrét előkészületi bűncselekmény volt, egy puccsot készített fel az elő. Hát téged kázni most lesz, hogy itt a bankok elleni puccsal és a kormány elleni azon támadással vádolnak, hogy megpróbáltál egy tisztességes megoldást szorgalmazni, aminek nyomán végül születtek törvények egyébként, bár nem hoztak tisztességes megoldást, de te fontosan kimondtad azt és képviseled azt, amit a társadalom ebben a körben követel, és nagyon közös akarattal, együttmeneteltek ebbe az irányba, amelyet minden eszközem is megpróbálom segíteni, úgyhogy kitartást és sok sikert nektek is. Köszönöm. Én is köszönöm mindannyiótoknak. Ja, ahogy írtam mostanában, ez nem az én ügyem, és bár én köszönöm, hogy itt voltatok, hanem ez mindannyiótok ügye, tehát magatokért jöttetek ide, mert hogyha ezt itt elkaszálják, akkor a véleménynyilvánítás szabadságát kaszálják el, és akkor mondani csinált ügyekkel bárkit büntető eljárás alá lehet vonni és el lehet ítélni. Arra kell számítani, és erre majd a végén az utolsó szójogán is fogok erről beszélni, hogy ha valaki kinyitja a száját, akkor oda kerül. Ez nem olyan nagyon nagy tragédia, nem egyszerű és nem könnyű ott lenni, de oda fogunk kerülni, hogy az mutatja meg azt, hogy mennyire vagyunk kemények, hogy mennyire merjük ezt felvállalni. Ha elég sokan felvállaljuk és úgy megyünk neki ennek a harcnak, hogy akár ide is kerülhetek és ez sem számít, akkor előbb-utóbb senki nem fog ide kerülni, mert ez lesz a természetes, és azt mondják, hogy hát ennyi embert egyrészt nem lehet, másrészt nincs értelme, másrészt meg olyan egyre nagyobb felháborodást keltene az emberekben, hogy akkor az megdönteni azt a kizsákmányoló hatalmat, ami ellen vagyunk. 10-ben, 2011-ben teljesen normális lett volna, ha ott leforintosítják piaci árfolyamon. Ma én azt mondom az enyémet, ne forintosítsák, hanem a bon tartozik kártérítéssel nekem, hiszen ennek a két évnek a harca, ez rengeteg kárt okozott, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Tehát az, hogy valaki ül a vádlottak padján, és 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti 2 éven keresztül, ez nem 23 forint kártérítést igényel, hanem sokkal-sokkal többet, és abban legyünk biztosak, ezt talán meg tudjátok erősíteni, hogy a kártérítés jogi alapját gyakorlatilag megteremtették a törvények, hiszen a jogellenes magatartás az megvan. Tehát arról vannak bírósági döntések, tehát ha valakinek ebből kára keletkezett, akkor menjünk ebbe az irányba. Igen, elfelejtettem mondani, hogy a videón, amin ugye azt mondtam, hogy én megteszem és kész, előtte nem konzultáltam egyetlen ügyvéddel is, és hozzanak ki a nemzeti érzelmi ügyvédek, egy fillérem nincs erre, és Andrea is és Tamás is mellém állt ebben az ügyben, nagyon alapos munkával, tehát én azt, ugye nagyon sok tárgyaláson voltunk már az ügyünk során, és én azt gondolom, hogy meg tudom azt ítélni, hogy mennyi munka van egy ilyen felkészülésben, és én nagyon szépen köszönöm, rengeteg munka van, csak abban gondoljátok bele, hogy az 500 oldal nyomozati anyagot gyakorlatilag Andi fejből tudja, és mindenről részletesen tud, tehát ennek utána kellett nézni, erre anyagot kellett gyűjteni, itt van ez a vastagkönyv, meg egy másik könyv, tehát ezekben mind tisztában kell lenni, tehát ezt én mindenképpen csak köszönni tudom, hogy így van, és ugye Tamás is tegnap egy nagyon komoly anyagot adott, ami szintén előre vitte az ügyeinket, és ugye nyilván még alkalmaztam is a mai felszólalásra. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük!